Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója, október 30-án, pénteken. Nézzük a legfontosabbakat röviden. Közgyűlés. Még várni kell a békére a felek között. Karácsonyi adományok. Már folyik a gyűjtés a Vöröskeresztnél. Könyvtári mesék. Sokszor meglepő módon kerülnek könyvek a könyvtárba. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. Az október 23-ai események mellett komoly vitát hozott a közgyűlésen a Hacsunkról szóló napirend, a Modern Városok program kanizsai beruházásainak helyzete, a maszkosztás, valamint az Aranykor Nagy Kanizsa névhasználata. A képviselők ezúttal is maximálisan kihasználták az időkeretet, az ülés délután 2-től 23 óráig tartott. Most fordult először olyan elő, hogy szombati napra majdnem most használhatatlanná vált a postafiókom. 600-nál több levél. Ahogy az várható is volt, nem maradt szó nélkül a hivatalosan elmaradó október 23-ai megemlékezés kérdése. A polgármester szerint nem szabad összemosni a városi programokat és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség eseményét. Volt egyszer fél tízkor egy zászlófelvonás a város részéről, ami után a város koszorúját elvittem az 56-os emlékműhöz. Ez semmi kapcsolatban nincs azzal a huszár erődemonstrációval, ha úgy tetszik, és jó magam sem egyeztettem bővebben velük. Az más kérdés, hogy azt szerettem volna elérni, hogy ezek teljesen különálló rendezvények legyenek. Az építményadóról szóló rendelet módosítása kapcsán sem értettek maradéktalanul egyet a felek. Horváth Jácint be is nyújtott egy módosítást, miszerint felkérik a polgármestert, hogy készítessen egy olyan előterjesztést, ami nem zárja ki azokat a beruházásokat a támogatás alól, amelyek nem az új ipari parkban fejlesztenének. Kértünk egy részletes előterjesztést arról, hogy hogyan tudunk kedvezményeket kialakítani, ezt a mostanit nem találtuk elég megalapozottnak, amit előterjesztett polgármester úr, illetve a munkahelyteremtő beruházásoknak pedig könnyítéseket fogadtunk el a pályázattal kapcsolatban, hogy még több pályázó, még több vállalkozás férjen hozzá, meglátjuk, hogy így hogy fog működni, ha így sem, akkor más módon kell ezt kezelni. Az ülésen Szabó Szilárd, a Fidesz frakció vezetője kifejtette, alapvetően néhány szempontból egyetért ezen napirend kérdésében Horváth Jácinttal, ugyanakkor azt alaposan át kéne gondolni, hogy a régi iparterületeken vállalkozóknak is járjon kedvezmény, hiszen ez forgalmi szempontból negatív hatással lehet a városra. Az, hogy a régi iparterületeket, illetve ahol az elmúlt rendszerben és még azt követően is valamiféle ilyen és ehhez hasonló tevékenység működött. Én azt nagyon meggondolnám, hogy ezeket előtérbe hozzuk, ugyanis forgalmi szempontból és ezáltal egy csomó olyan kérdést és problémát is felvet, illetve magával fog ez vonzani. A közgyűlés utolsó pontja volt Sauta Marcell előterjesztése bizonyos járványvédelmi lépések meghozataláról. Ez a pont is komoly vitát eredményezett volna, amennyiben a tárgyalási idő engedi, hiszen Bizer András úgy jellemezte a napirendet, hogy eső után köpönyeg. A napirendben leírtak és egy elfogadott módosítás szerint a polgármester köteles lesz a képviselőknek és a Kanizsa Médiaháznak is pontos adatokat biztosítani a kanizsai járványügyi helyzetről. A polgármester úr több esetben a Kanizsa Médiaházat azzal küldte el, hogy a hivatalos Facebook oldaláról tájékozódjon. Most egy közgyűlési döntés, egy határozat fogja kötelezni arra, hogy a Kanizsa Médiaháznak a saját kérésüknek eleget téve olyan bontásba, olyan gyakorisággal szolgáltasson járványról adatokat. A novemberi közgyűlés szünetében, amennyiben ezt a járványügyi előírások lehetővé teszik, közmeghallgatást tartanak majd a képviselők. Lesz-e lettfal, és milyen nevet viseljen a városi sportcsarnok? A Modern Városok program beruházásai közül a nagykanizsai multifunkcionális sport és rendezvénycsarnok fejlesztése halad a legjobban. A napirendi pontnál mégis hosszas csatározás alakult ki a városatyák között a tegnapi közgyűlésen.
A városi sportcsarnok határidőn belül következő év december 31-ig már biztosan elkészül, mondta el Balogh László polgármester a tegnapi ülésen. A csarnok növekedése a szemünk előtt történik, így nap mint nap mi magunk is tájékozódhatunk róla. A létesítmény elnevezéséről is szó volt az előterjesztésben. A polgármester félhivatalos szavazást indított a lakosság körében, és a kérdőíves közvéleménykutatás szerint eddig a válaszadók 82%-a a Kanizsa Aréna elnevezést szeretné. Az Éve frakció nehezményezte, hogy ők erről a kérdőíves kutatásról semmit nem tudnak. Ez egyféle névadó játék. Nekem úgy tűnik, hogy ahhoz képest sokakat megmozgatott. Ez ízlés dolga. Azt gondolom, a Kanizsa Aréna elnevezés az jó elnevezés, mert azt a fajta komplexitást jól kifejezi, amiben benne van a sport, a kultúra, tehát hogy rendezvénycsarnok is, sőt még kiállítások színtere is lehet, és sok-sok egyéb közösségi eseményé. Horváth Jácint, az Éve frakció vezető helyettese szerint a Modern Városok program eddigi folyamataiból látványosan kihagyták őket. A polgármester elmondta, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően működik, és a sportcsarnok sikerét szeretné kiemelni, ahogy Bizzer András alpolgármester is. Örömteli dolog, hogy ez megvalósulhat. Köszönet ezért egyébként az előző fideszes önkormányzatnak, aki ezt előkészítette, lehetővé tette. Egyébként Hederics Erikának is, a Városfejlesztő Kft. Korábbi vezetőjének, és nyilván köszönet a kormányzatnak is, hogy ezt lehetővé tette, illetve Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnek is. Az ő munkájuk benne van abban, hogy most egy év múlva majd elmondhatjuk, hogy van Nagykanizsán egy jelentős méretű sportcsarnokunk. Ha valaki meg akarja kérdezni Nagykanizsa lakosságát, hogy az épülő sportcsarnoknak mi legyen a neve, akkor azt valószínűleg tágabb körbe kell, nem ismerősi körbe kell közvéleményt kutatni. Sauta Marcell, az Éve önkormányzati képviselője szerint nem ez a módja egy közvéleménykutatásnak, Horváth Jácint frakcióvezető helyettes pedig megvárná a kanizsaiak véleményét, továbbá a sportcsarnok beruházásával kapcsolatos koordinációkon, az eddigi résztvevőkön felül ő is részt szeretne venni. A javaslati csomagnak pedig minden pontját töröltette. Várjuk meg a kanizsaiak, legalább tiszteljük meg őket ennyire, ennyivel, hogy megvárjuk, ha már egy szavazás polgármesterre indult, akkor várjuk már meg azt, hogy mi lesz annak a végeredménye. Ne tegyük már ezt velük, jó? Ne nézzük őket. Ez egyik. A másik az, hogy olyan döntések vannak megint ebben az előterjesztésben, nem kaptam egy kérdésemre. Ne, tehát módosító javaslatokat szeretnék feltenni, de azok függtek volna a válaszoktól. Nem kapok válaszokat, nem tudok módosító javaslatot feltenni, mert nem válaszolják meg a kérdéseimet. Nehogy egy hibát elkövessen a tisztelt közgyűlés. Az eredeti 4-es határozati pontról most szükséges dönteni, ez a Letfal ügye. A névválasztás mellett a Letfal ügye hozott még egy vitát. Bizzer András alpolgármester szerint, ha később döntenek erről, akkor lehet, hogy csak drágábban tudják azt beszerezni. Berta Krisztián szerint nevetséges, hogy a sportcsarnokot alapvetően Letfal nélkül tervezték meg. Komolyan a 21. században nem ilyen Letfal nélkül kell tervezni egy sportcsarnokot? Akkor mit terveztek volna be eredetileg a bányászpályának a kijelzőjét? Tehát komolyan mondom. A Letfal ügyét valószínűleg a következő soron kívüli közgyűlésen tárgyalják majd a városatyák. A vitákat követően Horváth Jácint módosító javaslatát 8 igen, 5 nem és 2 tartózkodással elfogadta a közgyűlés. Ismét adománygyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai területi szervezete. A jótékony kezdeményezés során elsősorban tartós élelmiszereket, játékokat és ruhákat várnak. A karitatív kezdeményezést már évek óta megrendezik a szervezők. Az ünnep közelettével több gyűjtést is szerveznek, de sokan nem tudják, hogy a Sugárút 28 szám alatt is várják az adományokat. A cél az, hogy minél több rászoruló család karácsonyfája alá kerüljön egy csomag. Főleg a Covid vírus miatt úgy döntöttünk, hogy igazából minden deka vagy minden kiló élelmiszer vagy ruha, vagy játék számít, úgyhogy szeretnénk megadni a lehetőséget mindazoknak, akik tényleg ilyenkor egy kicsikét tágabbra nyitják a szívüket, és egy kicsikét többet szeretnének nyújtani embertársaiknak, hogy ide is tudjanak jönni hozzánk. A szervezők már október végén elkezdik a gyűjtést, melyre egészen december 11-ig hozhatják adományaikat a segíteni vágyók. A szervezők elárulták, sok rászoruló család van, de nem csak a városban, hanem a környező falvakban is.
Ezzel az akcióval a környező falvakba is viszünk adományokat, mivel fontosnak tartom, hogy ne csak a városon belül, hanem a vonzás körzetben is észrevegyük azt, hogy ott is szükség van ránk, meg szükség van az embereknek a jóságára, mivel szerintem sokan elfelejtik, hogy nem csak a városközpont van, hanem a körülötte lévő, mondjuk 10-20 kilométeres körzetben lévő falvak is. Számos rászoruló család van, melyekről Vöröskereszt munkatársai tudnak. Céljuk az, hogy minél több emberhez eljusson a segítség, ezért a szervezet munkatársai több térségi polgármesterrel és védőnővel is tartják a kapcsolatot. Biztonságosan emlékezzünk meg elhunyt szeretteinkről minden szentekkor. Vigyázzunk a gyertyákkal, mécsesekkel, és legyünk körültekintőek otthonainkban és a temetőkben is egyaránt. A városi temető környékén életbe lépő forgalmi rend változásairól már hírt adott stábunk a napokban. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően bizonyos forgalmi rend módosításokat fogunk végrehajtani a Tripamer utcai temető környékén, hogy gördülőkenyebben történjen a temető látogatási forgalom Minden Szentek napján és környékén. A következő napokban Minden Szentek és Halottak napja alkalmából egyre többen látogatják meg a temetőket. Zala megye összes településén a sírkerteknél rendőrök teljesítenek szolgálatot. A fokozott rendőri jelenlét célja a temetők és környékének, a közrendjének és közbiztonságának a fenntartása. A zavartalan megemlékezés és a sértetté válás megelőzése érdekében az Zala megyei rendőrfőkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy otthonukat elhagyva körültekintően zárják be az ablakokat, ajtókat, és tegyenek meg mindent az ingatlanuk biztonsága érdekében. Közösségi oldalakon ne tegyék közzé, hogy mikor látogatnak ki a temetőbe. Akik gépjárművel érkeznek, látható helyen semmilyen értéket ne hagyjanak az autóban. Ne vigyenek magukkal nagyobb összegű pénzt, jelentős értékeket, irataikat és a lakáskulcsukat ne tartsák egy helyen. A mécsesek a sírkertekben és otthon is veszélyesek lehetnek. Sajnos minden évben előfordul ilyenkor, hogy egy meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás, de a temetőben a sírhelynél sem tanácsos égő gyertyát hagyni. Érdemes néhány dolgot megfogadni a biztonságunk érdekében. Ha a temető tüzeket el akarjuk kerülni, akkor minden esetben tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz avartól, az elszáradt virágoktól, vagy éppen a koszorúktól, mert ezek ugyebár könnyen lángra kaphatnak. Csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg a szabadban, hogyha ezt megtehetjük. A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag, és hogy ne tudjon felborulni. Az is nagyon fontos, hogy mindenképpen kerüljük azt, hogyha forró mécses tartunk van, akkor azt egyből kidobjuk a hulladékgyűjtő edényekbe. Zala megyében szerencsére évek óta nem történt a temetőkben vagy az otthoni megemlékezés során tűzeset. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Könyvtári mesék. Sokszor meglepő módon kerülnek könyvek a könyvtárba. Beethoven 250. A Zala szimfonikus zenekar koncertezett a városban. Örökség részévé is váltak, és külföldről egy kávézó asztalán megtalált könyvet is kaptak már vissza a Halis István városi könyvtár dolgozói. Érdekes és váratlan fordulatokról számoltak be híradónknak a városi biblioteka könyvtárosai. Cupi Gyula, a Halis István városi könyvtár igazgatója egy különleges esetről számolt be azzal, hogy miképp örökölte meg az intézményük a 19. századi A Magyar Nemzet Története című 9 kötetes sorozatot. A városi gyeres polgára még be is hívott a lakásába, hogy ha majd ő meghal, akkor ezt a könyvet a könyvtárnak szeretné adni. És aztán is feledkeztem róla, és egyszer csak jön egy közjegyzői értesítés, hogy jelenjek meg. Mert hagyatéki tárgyaláson keresztül nem értettem a dolgot, és kiderült, hogy a hagyatékáról van szó, és abban volt egy könyvsorozat, amire oda volt írva, hogy oda volt írva a nevem, és hogy nekem ajándékozza a könyvet. Én tudtam, hogy akkor ez a megoldás ez nem nekem szól feltétlenül, hanem a könyvtárnak. Berg Judit Két kis dínó Budapesten című kötete egészen egy külföldi kávézóból jutott vissza sikeresen a Kanizsai Bibliotékába. A gyerekkönyvet visszaküldtek hozzánk a könyvtárba, egy kis kedves levéllel mellékelve. És nagyon meglepődtünk, mert hogy valaki külföldön, azt hiszem, hogy Törökországban talán, vagy Spanyolország, nem tudom már pontosan, de valahol külföldön egy kávézó azt talán megtalálta, egy magyar ember ezt a gyerekkönyvet, és akkor megnézte, hogy hát ez könyvtári, és bevitte Budapesten egy könyvtárba, és akkor a kollégák visszaküldték nekünk. A könyvtárosok azt is elmondták, hogy az olvasók egyre több dolgot hagynak benne a könyvekben, könyvjelzőkből például egy egész gyűjteményük van. A Zala szimfonikus zenekar Beethoven 250 címmel rendezett előadást a Megyasszai házban tegnap este.
A koncert különlegessége, hogy a pandémia miatt most nem csak Beethovent ünnepelték, hanem az elmaradt október 23-át és a halottak napját is. Beethoven idén decemberben lenne 250 éves, ezért méltóságteljes ünneplést rendezett a zenekar a Medgyasszai házban. Ezzel az eseménnyel egy hagyományt is életben tartanak a zenészek, hiszen több nagykanizsai muzsikus is játszott az estén. Talán egy szép hagyományt ápolunk ezzel, hiszen korábban a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar tartott ez időt, ahogy emlékezzünk címen hangversenyt. Ezt a hagyományt folytatjuk mi úgy, hogy az Ala Szimfonikus Zenekarban nagykanizsai zenészek is nagyon szép számmal játszanak a Keszthelyi és Zalaegerszegélyi társaik mellett. A pandémia miatt a zenekarnak több előadása is elmaradt, így most örömmel vették kezükbe a hangszereket a zenészek. A szimfonikusok karmestere elárulta, fontos, hogy a nehéz időben is jusson idő kulturális rendezvényekre. Örülünk, hogy azért játszhatunk ebbe a nehéz időbe, hogy azért a kultúra azért legyen itt. Mindenre van időnk, meg mindenre van lehetőségünk, és én értem, hogy nehéz időket élünk, de a kultúrát ne hagyjuk el, mert azt hiszem, hogy ha az emberek lelke elszárad, akkor az még nagyobb baj, mint ez az egész járvány. A csütörtök esti kultúreseményen a közelgő halottak napja alkalmából Beethoven legismertebb gyászindulóját is hallhatta felcsendülni a közönség. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Közgyűlés. Még várni kell a békére a felek között. Karácsonyi adományok. Már folyik a gyűjtés a Vöröskeresztnél. Könyvtári mesék. Sokszor meglepő módon kerülnek könyvek a könyvtárba. Ez volt a Kanizsa TV híradója október 30-án, pénteken. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!